Mongóliába látogat a nyár végén az egyházfő. Ferenc pápa üzenete a kispapoknak. A nikaraguai kormány újabb lépései az egyház ellen, itt a római riportokban. Szent Háromság vasárnapján az Úrangyala elimádkozása előtt Ferenc pápa a keresztény élet egyik fontos mozzanatáról, a keresztvetés értelméről beszélt. Tracciando la croce sul nostro corpo, ci ricordiamo quanto Dio ci ha amato fino a dare vita per noi. E ripetiamo in noi stessi che il suo amore ci avvolge completamente dall'alto in basso, da sinistra a destra. Come un abbraccio che non ci abbandona mai. Ferenc pápa a pápa mobilból köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt zarándokokat, akik közül valaki ezzel a pileólussal kedveskedett neki. Olasz nyelvű köszöntése során ezekkel a szavakkal mondott köszönetet. Con un pensiero grato per quanti venendo dall'Ucraina e dalla Russia e da altri paesi di guerra hanno deciso di non essere nemici, ma di vivere da fratelli. Il vostro esempio possa suscitare propositi di pace in tutti, anche in coloro che hanno l'impossibilità politiche. Katekézisében a pápa a jezsuita misszionárius Matteo Ricci buzgó életéről elmélkedett, aki a 16. században evangelizált Kínában és terjesztette a nyugati világ tudományos vívmányait. La credibilità ottenuta con il dialogo scientifico gli dava autorevolezza per proporre la verità della fede e della morale cristiana, di cui egli parla in modo approfondito nelle sue principali opere cinesi. Matteo Ricci alaposan tanulmányozta a kínai nyelvet és a helyi szokásokat. A pápa szerint a hite és a tettei együtt tették sikeressé misszióját. E questo tocca tutti noi cristiani che siamo evangelizzatori, Io posso dire il credo a memoria, posso dire tutte le cose che noi crediamo, ma se la tua vita non è coerente con questo, non serve a nulla. A kihallgatás végén Ferenc pápa azokért kérte a szűzanya közbenjárását, akiket a háború sújt. A Szent Atya jó pár irányelvet megfogalmazott már pápasága alatt a szeminaristák nevelésével kapcsolatban. Egyik ilyen a közösségi aspektus. Úgy véli, sem a túl zsúfolt, sem a túl kis létszámú közösségek nem nyújtanak ideális környezetet a papságra készülőknek. A pápa további szempontként hívta fel a figyelmet arra is, hogy a képzésnek hatékonynak, de az érzelmekre is odafigyelőnek kell lennie. Fernando Prado atya, aki ma a spanyolországi San Sebastián püspöke, készített erről interjút a pápával. A pápa úgy véli, hogy nagyon igényeseknek kell lennünk, amikor a jövő egyháza számára kiválasztunk valakit. Az illetőnek nem csak intellektuálisan, lelkileg vagy a vallásosság szintjén kell éretnek lennie, hanem emberileg is. Az interjúban szó esett a homoszexuális szeminaristákról és papokról is. A pápa azt mondta, hogyha egy homoszexuális személy már fel van szentelve, akkor arra kéri, hogy lelkiismeretesen élje a cölibátust. Ha képtelen erre, akkor jobb, ha elhagyja a szolgálatot vagy a szerzetesi közösséget, mintsem, hogy kettős életet él. Ferenc pápa, amikor szeminaristákkal vagy szerzetesekkel találkozik, akkor mindig szól a kiképzőkhöz is. Hivatáshiány idején még inkább hangsúlyozza, hogy nem szabad bárkit felvenni csak azért, hogy tele legyen a szeminárium. Alcune congregazioni fanno lo sperimento della inseminazione artificiale. E cosa fanno?
ricevono da ah sì va viene 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 e poi i problemi che ci sono lì dentro no si deve ricevere con serietà. Dio sigue llamando. O sea, que a mí que no me vengan con el cuento de que no, claro, no hay tantas ocasiones de especial consagración, porque claro, con esta crisis que vivimos. ¿Eso sabe qué es? Cuento chino. ¿Clarito? Non accontentatevi di essere abili nell'uso del social o dei media per comunicare. Ezek és sok más gondolat benne van a Papi Hivatás Ajándéka című dokumentumban, amelyet 2016-ban publikált az akkori klérus kongregáció. Ez leszögezi, hogy a papi képzésnek egyedinek, holisztikusnak, közösséginek és misszióra irányulónak kell lennie. Pastorale familiare. Ferenc pápa támogatásáról biztosította a család globális egyezményét, amelyet azzal a céllal indítanak útjára, hogy támogassa a családok jólétét. Az egyezmény a világiak, a család és az élet dikasztériumának és a Pápai Társadalomtudományi Akadémiának a kezdeményezése, hogy válaszokat találjanak azokra a kihívásokra, amelyekkel ma a családok szembenéznek. A kezdeményezés bemutatásakor Ferenc pápa arra kérte a katolikus egyetemeket, hogy készítsenek elemzéseket a családkrízis jelenlegi helyzetéről. Különösen a strukturális akadályokról, melyek nehezítik a családalapítást. A pápa gyakran bátorítja a fiatalokat a családi életre. Oggi originalità, oggi la vera rivoluzione è ribellarsi alla cultura del provvisorio e andare oltre l'istinto, oltre l'istante e amare per tutta la vita e con tutto se stessi. Sognate senza paura di formare una famiglia, di generare e educare dei figli, di passare una vita condividendo tutto con un'altra persona, senza vergognarsi delle proprie fragilità, perché c'è lui o lei che le accoglie e le ama, che ti ama così come sei. A pápa azzal zárta az egyezmény elindítására küldött üzenetét, hogy Isten álma az emberiség számára a család, és arra biztatja az egyházat, hogy nézzen szembe az ezt aláásó individualizmussal és fogyasztói szemlélettel. Coraggio dunque, cari pastori e cari famiglie. A Vatikán kommunikációs dikasztériuma a Teljes jelenlét felé című dokumentumában iránymutatást közöl, hogy a közösségi médiát hogyan használják a keresztények. Óv azoktól az alkalmazásoktól, amelyek hamis híreket terjesztenek és ellenségeskedést gerjesztenek az egyházban. A Vatikán emlékeztet arra, hogy a közösségi médián keresztüli kommunikáció óvatosságot kíván. Azok számára pedig, akik hitüket online osztják meg másokkal, azt javasolja a dokumentum, hogy reflektívek és ne reaktívak legyenek az online térben. A Vatikán megerősítette, hogy Ferenc pápa Mongóliába utazik augusztus végén. Pár hónapja így beszélt erről. C'è la possibilità che da Marsiglia voli a Mongolia, ma non è chiuso quello, c'è possibile. A franciaországi Marseille-be utazását a Vatikán még nem erősítette meg. Ott a pápa várhatóan részt vesz a mediterrán térség püspökeinek találkozóján, ahogyan azt korábban már megtette az olaszországi Báriban. A 3 milliós népességű Mongóliában mintegy 1300 katolikus él. Ferenc pápa tavaly Giorgio Marengót nevezte ki Mongólia első bíborosává. Diego Ravelli a pápa közvetlen kíséretéhez tartozott Magyarországon és a Kongói Demokratikus Köztársaságban is. A Szentpéter Bazilika szertartásain is láthattuk, ő a vatikáni liturgikus ünnepségek szertartás mestere. Június 3-án a vatikáni államtitkár püspökké szentelte.
Püspöki kinevezésed egy nehéz és bonyolult évezred kezdetén történik, amelyet megosztottság és testvérháborúk jellemeznek, mint a szomszédos Ukrajnában zajló háború is. Tőled, mint minden lelkipásztortól, a kiengesztelődés és a vigasztalás, a támogatás fáradhatatlan szolgálatát kérik. Azoknak a kegyelmeknek az eszköze leszel, melyeket az Úr nehéz és sötét időkre tart fenn. A szertartáson Ferenc pápa is jelen volt. A végén mozgás problémái ellenére gratulált az új püspöknek. Ravellit 1991-ben szentelték pappá. A Szent Liturgiából doktorált Rómában. 2021. októberében Ferenc pápa a pápai liturgikus szertartások ceremóniamesterévé nevezte ki. Maria Bernardetta nővér Ferenc pápa közeli munkatársa volt még Buenos Aires-i érsek korában. Most egy lépéssel közelebb került a szentté avatáshoz. A szeminaristák anyjának nevezték, mert nagyon jól tudta segíteni a papságra készülő férfiakat, akiknek nehézségeik voltak. Amikor Bergoglionak nehézségei voltak valamelyik szeminaristával, elküldte őket Bernardetta nővérhez, hogy segítsen nekik a nehéz pillanatokban. Maria Bernardetta nővér a betegek kenetének szentségével megerősítve halt meg, melyet a későbbi Ferenc pápa szolgáltatott ki neki. A projekt a kiszolgáltatottakért elnevezésű kezdeményezés a katolikus egyház társadalmi tanításán alapulva jött létre a sebezhető emberekért, és azon dolgozik világszerte, hogy segítse az üldözött etnikai és vallási közösségeket. A kiszolgáltatott emberek nem gyengék, hanem olyanok, akik lehetetlen helyzetben vannak. Mindannyian sebezhetők voltunk anyánk méhében, és újra azokká válhatunk. A projekt a kiszolgáltatottakért elnevezésű kezdeményezés segélykampánya akkor indult, amikor az Egyesült Államok kivonult Afganisztánból 2020-ban. Szenet osztanak a hideg ellen, orvosi központokat építenek, és legalább 20 millió emberen segítenek, akik éhséggel küzdenek. Idén megkettőztük a célunkat. Több mint 2 millió élelmiszercsomagot osztottunk ki Afganisztánba. Karácsony előtt sok élelmiszert adtunk úgy, hogy reggel, amikor felébrednek az emberek, akkor ott várja őket az ajtó előtt. A segélyszervezet Afganisztánon kívül is tevékenykedik. Céljuk az emberek méltóságának visszaállítása az egész világon, az Egyesült Államoktól Afrikán át egészen Ukrajnáig. Jason Jones már 17 évesen tudta, hogy kiszolgáltatott embereken szeretne segíteni. Fiatal sorkatonaként, amikor az alapképzésben voltam, a gimnáziumi barátnőm apja megtudta, hogy a lánya gyereket vár, és arra kényszerítette, hogy vetesse el a babát a harmadik trimeszterben. És akkor ott 17 évesen eldöntöttem, hogy segíteni fogok, hogy az apák meg tudják védeni a gyermekeiket. Jones projektje arról szól, hogy segítsük a legsebzettebb közösségeket, ami egyben a legszebb katolikus munka is a világon. A szervezet célja, hogy minél több embernek segítsen világszerte otthonra találni és hozzáférni az oktatáshoz. Nicaragua elnöke Daniel Ortega befagyasztotta több a katolikus egyházhoz tartozó szervezet bankszámláját, amelyek között vannak plébániák, iskolák, rádióadók, maga a püspökkari konferencia is, és bizonyos egyházmegyék. Az ország rendfenntartó erőinek a sajtóközleménye szerint ezek a szervezetek a hazaárulásért elítélt személyek bankszámláján lévő pénzek kezelésével kapcsolatos tiltott tevékenységet folytatnak. A hazaárulás vádja nagyon gyakori Nicaraguában az Ortega vezette rezsim óta.
az ország egyik püspöke, Roland Álvarez 26 év börtönt kapott hazaárulásért. A rezsim egy másik vádja a pénzmosás. 2022-ben kiutasították az országból a szeretett misszionáriusait, és felfüggesztettek több mint 100 egyesületet. Az ezekről a visszaélésekről beszámoló újságíróknak is távozniuk kellett az országból. No hay ninguna explicación lógica. Nincs logikus magyarázat, sem jogi alap arra, hogy Teréz anya nővéreit kiutasítsa az országból. A szerzetes közösséget az a nemzetgyűlés függesztette fel, amelyet teljes egészében Daniel Ortega rezsimje tart kontroll alatt. A katolikus intézmények bankszámláinak a befagyasztása egy újabb lépés Nicaraguában a katolikus egyház ellen, azóta, hogy 2018-ban az egyház megnyitotta templomait a kormány erőszakos akciói miatt menedéket keresők számára. A római Venerabilis angol kollégium archívumában található több száz anyag közül kettő különösen értékes. Canterbury Szent Tamás életének a kézirata és a vöröskönyv. Ez utóbbi tartalmazza azoknak a diákoknak a nyilvántartását, akik itt tanultak. Canterbury Szent Tamás életének a kéziratára mindig is jól vigyáztak, még Róma 1527-es feldúlását és kifosztását is túlélte. It was locked away, probably. El volt zárva valahol a falakban, mint egy tabernákulumban. Ott őrizték nagy körültekintéssel. A Rómát feldúló és kifosztó csapatok nem vették észre, így menekült meg mind a mai napig. De nem ez az alkalom volt az egyetlen, amikor a kollégiumra nehezebb idők jártak. Már amikor az első diákok bevonultak, a vöröskönyv sok titkot őrzött, többek között arról az időről, amikor a kollégiumot úgy tartották számon, mint ami veszélyt jelent a születő angol reformegyházra. Első Erzsébet utolsó éveiben és a 17. század elején sok diák új nevet vett fel, amikor megérkezett Rómába. Kettőt is, egy új vezetéknevet és új keresztnevet, hogy jobban el tudjon rejtőzni az angol kormány kémei elől, akik állandóan figyelték a kollégiumot. A vörös könyvben több mint 4000 olyan név szerepel, akik valamikor tagjai voltak a Venerabilis angol kollégiumnak. A kollégium jelenleg támogatást gyűjt, hogy katalogizálni tudja az archívumát, és nagyobb nyilvánosságot biztosíthasson a kollégium történelmi dokumentumainak. Luna atya fordította le a guadalupei szűzanya jelenéseinek történetét guaráni nyelvre. A fordítás során jelentős közös vonásokat talált e történet és a szeplőtelen fogantatás egy másik Paraguayban népszerű allegóriája, a Kakupéi csodák szűzanya között. Ezeket a beszámolókat, amelyekben annyi párhuzamosság van, testvér történetekké lehetne nyilvánítani. Például a guadalupei szűzanya megjelent egy őslakosnak, Juan Diego-nak, és bár a kakupéi szűzhöz nem kapcsolódnak jelenések, a legenda szerint megmentette egy fiatalember José életét. Ő egy guarani őslakos kézműves szobrász, aki fát keresni megy a hegyekbe, és egy ellenséges törzs körbekeríti. Kétségbeesésében egy fatörzs mögé bújik, és ígéretet tesz a szűzanyának, hogy szobrot farag neki, ha élve megúszza. Sem José, sem Juan Diego nem beszélt spanyolul a szűzzel. Mindkét esetben a saját nyelvükön kommunikáltak a szűzanyával. José, aki Kakupéból származott, guarani nyelven, Juan Diego pedig náhuati nyelven, amely a mai napig az uralkodó azték nyelv Mexikóban. Ez a két csoda a ferencesek által evangelizált területeken történt. Ők nagyon tisztelték az őslakosokat, és ez nagy szerepet játszott a helyi nyelvek megőrzésében. Luna atya úgy véli, hogy a két történet becsben tartása segíthet a területükről elűzött őslakosoknak, valamint pontosan tükrözik a szűzanya szeretetét a kiszolgáltatottak iránt. Ezek a történetek azt mutatják, hogy Szűz Mária kiválasztotta, szerette és védelmezte az őslakosokat. Luna atya áprilisban a mexikóvárosi Guadalupei Szűz Mária Bazilikában bemutatta a guadalupei szűz jelenései történetének guaráni fordítását.
Következő adásunkban úrnapi körmenet a Vatikánban, itt a Római Riportokban.